Képviselőit elsősorban a Parlament Népjóléti Bizottsága elnökeként egy keresetlen mondat erejéig kell, hogy emlékezzünk az üzemi balesetekben elhunytakra, hiszen holnap van egy világnap, és ezen a területen is nagyon komoly hiátusa van a kormányzatnak. Kérem szépen, egy évben Magyarországon közel 24-25 ezer üzemi baleset bonyolódik sajnálatos módon, és háromnegyed részük abból adódik, hogy szabálytalanul alkalmazzák azokat az előírásokat, amelyeket egyébként törvénybe foglaltak. Sajnálatos módon 78 ember a múlt évben üzemi balesetben meg is halt. Itt elsősorban a gépipar és az építőipar az, amelyik a legtöbb áldozatot követeli. És egy mondat erejéig kell szólni azokról, akik üzemi balesetben megrokkannak. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy március 31-e volt az a határidő, amelyet az Alkotmánybíróság szabott a kormánynak, hogy alkossa meg azokat a törvényeket, amelyek a 2012-es intézkedések után emberek százezreit hátrányos helyzetbe hozta. A kormány elmulasztotta ezt a törvényt benyújtani az országgyűlés elé. Én magam és képviselőtársaim benyújtottunk egy országgyűlési határozati javaslatot arra nézvést, hogy a kormánynak mit kéne tennie, de a fideszes többség a bizottságban ezt leszavazta. Az első, amit csinálni kéne a kormánynak, az a bocsánatkérés, hiszen ahogy említettem, közel 200 ezer ember gyaláztak meg. A második az, hogy a jogtalanul elvett támogatásokat, illetve ellátásokat maradéktalanul vissza kell pótolni, és minden egyes érintettet kártalanítani kell. Abban az esetben, hogyha ezek az emberek véletlenül elhunytak, vagy öngyilkosak lettek, hiszen tudjuk jól, hogy nagyon sokan voltak ilyenek, akkor ott a családtagjaikat kell kártalanítani. Ezen túlmenően pedig javasoltam azt, hogy az állapotjavulást, illetve a rehabilitációt és az új megállapításokat törvénybe kell foglalni, mert annyira lazák ezek a jogszabályi helyek, hogy bárhogyan lehet ezeket értelmezni. Ha a kormány záros határidőn belül ebben a kérdésben nem intézkedik, akkor én arra biztatom az érintetteket, hogy pertársaságot hozzonak létre. Jelentem, van ügyvéd, aki hajlandó elvállalni azokat a peres ügyeket, amelyeket reményeim szerint el lehet indítani, és akár a magyar bíróságok felé, akár Strasbourg felé. Egyszerűen meg kell támadni a kormányt, mert már nincs más lehetőségünk. A másik dolog, amelyet szeretnék szóba hozni, ez még mindig a Parlament Népjóléti Bizottsága elnökeként teszem, hát ez a fővárosi patkányügy. Kérem szépen, ugyan közegészségügyileg a Parlament illetékes bizottsága rendelkezik azokkal a jogosítványokkal, ahol a hatósági feladatokat ellátó állami szervezethez lehet fordulni. Én ezt meg fogom tenni a mai nap folyamán. Első, amit elindítok, az egy írásbeli kérdés a miniszter felé, a területet felügyelő Kásler Miklós felé. A másik pedig az intézmény, hatósági intézmény vezetőihez fordulok levélben. És hogyha nem kapok érdemi választ a felvetett kérdéseimre, hajlandó vagyok a Parlament Népjóléti Bizottságát is összehívni. Én azt gondolom, hogy tűrhetetlen az a helyzet, hiszen önök is pontosan tudják, hogy még áprilisnak nincs vége, és áprilisban közel 500 bejelentés érkezett Budapesten patkányügyben. Kérem szépen, azt gondolom, hogy itt nagyon komoly mulasztások vannak. A mulasztások azok a fővárosi önkormányzatnál vannak, személy szerint Tarlós Istvánnál vannak. Itt van két olyan önkormányzati képviselő, akik autentikusabbak ezekben a kérdésekben, úgyhogy engedjék meg, hogy nekik átadjam a szót ebben az ügyben. Őrsi Gergely és Vénaszáj Márta. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Azt gondolom, hogy nem is kérdés az, hogy Budapesten patkányinvázió van, és a patkányinvázió az igenis járványügyi veszélyhelyzetet jelent. Ez az invázió úgy alakulhatott ki, hogy egy késve és rosszul megszervezett közbeszerzési eljárásnak a végén sürgősséggel, a veszélyhelyzetre való tekintettel megbíztak egy olyan konzorciumot Budapest patkánymentesítésére, amely ilyesmit még soha nem csinált. Ez a döntés most már látható így majdnem háromnegyed év után, rossz döntés volt. Ez a konzorcium alkalmatlan ennek a feladatnak az ellátására, nem tudta Budapest patkánymentes állapotát fenntartani.
Fővárosi önkormányzat és annak vezetője, Tarlós István főpolgármester pedig hibás abban, hogy hónapokon keresztül ezt a veszélyhelyzetet elsúnyogta, megpróbálta elleplezni, miközben ő maga birtokában volt azoknak az információknak, hogy milyen súlyos is a helyzet. Ez onnan látszik, hogy decemberben előterjesztettek a fővárosi közgyűlés elé egy javaslatot, amely alapján 650 millió forintot kapna ez a konzorcium a szerződéses díjon felül az inváziónak a kezelésére. Ugyanakkor a fővárosi önkormányzat még a saját döntését sem tudta végrehajtani, ezt a pénzt 2019 évre kapta volna ez a konzorcium, most már április van, és április végén nyújtottak be a közbeszerzési bizottsághoz egy olyan javaslatot, amely ennek a pénznek a kifizetését megpróbálta volna indokolni, majd erre az ülésre el sem mentek a kormánypárti képviselők, ehhez nincsen mit hozzáfűznünk. Ahhoz viszont van mit hozzáfűznünk, hogy ezt a helyzetet pillanatnyilag a főváros vezetése nem képes kezelni, nem is látszik az akarat igazából ennek a kezelésére. Budapest lakos az ő pénzükből 100 milliókért patkányokkal látja el patkányírtás helyett. Azt gondolom, hogy haladéktalanul ki kell vizsgálni ezt a helyzetet, haladéktalanul felelősségre kell vonni azokat, akik ezért a hónapokon áttartó kislekedését felelősek, és hogyha nyáron, amikor ez a veszélyhelyzet még sokkal kisebb volt, rögtön tudtak szerződést kötni valakivel, aki még addig nem bizonyított, akkor akár megtehetik azt, hogy most szerződést bontanak rögtön, és szerződést kötnek valakivel, aki 47 éven át bizonyította azt, hogy képes Budapest patkánymentes állapotának a fenntartására. A budapestiek nem azt érdemlik a saját 100 millióikért, hogy patkányok között mászkáljanak, patkányok jöjjenek elő a WC-ből, patkányok szaladgáljanak az óvodákban és az iskolákban. A budapestieknek az előző évtizedek patkánymentes állapotára van igényük, és méltóak is rá. Ezt követeljük. Átadom a szót Őrsi Gergely képviselőtársamnak. Köszönöm szépen. Mi azt szeretnénk, hogyha Budapest egy fejlődő közép-európai város lenne, de helyett azt látjuk, hogy Budapest egy középkorba visszacsúszó város arculatát veszi fel éppen. Aki azt mondja, hogy a patkány invázió nem létezik, az nemes egyszerűséggel hazudik. Olvassuk a sajtóhíreket, észleljük a bejelentéseket, csak pár friss hír, a második kerületben iskolában, a második kerületben WC lefolyójából mászik föl patkány. Mi azt szeretnénk, hogyha a most felnövő gyerekek nem találkoznának napi, heti szinten patkányokkal, ahogy nem tettük ezt mi sem, amikor gyermekek voltunk. A felelősök egyértelműek, az, hogy a helyzet miért állt elő, egyértelmű. Mi azt követeljük, azért fordultunk Kóros Lajos országgyűlési képviselőhöz, hogy teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy a budapesti lakosok tisztán lássanak. Itt nem pusztán politikáról és kommunikációról van szó, ezt világosan látni kell. Mi szeretnénk tisztán látni, és azt szeretnénk, hogyha a budapesti lakosok tájékoztatva lennének a közegészségügyi veszélyekről, a tennivalókról és arról, hogy hogyan lehet ezt a problémát a leghamarabb elhárítani. Beszédes adatok vannak, a patkányok rengeteg betegséget terjesztenek, egy patkány ürülékében több mint 200 ezer szalmonella baktérium található, azt pedig nem részletezném, hogy ez milyen gyakorisággal fordul elő egy ilyen mértékű populáció során. Megoldást kell találni, a hosszú évtizedek alatt elért állapotot nem lehet sajnos egyik napról a másikra visszaállítani. Kitartó és szívós munka kell. Mi azt garantáljuk, hogy egy éven belül egy intenzív patkányírtó hadjárattal, amibe be kell vonni az önkormányzati képviselőket, a társasházak képviselőit, és elérni azt, hogy visszaálljon a patkányinvázió és a patkánypopuláció mértéke arra a szintre, ami a tarlós korszak előtt volt. Meg kell teremteni azokat a köztisztasági feltételeket, amik garantálják azt, hogy ne szaporodhassanak el a kártevők. Véget kell vetni annak, hogy a főváros köztisztaságáért a főváros és a kerület egymásra mutogatva, felelve próbálja meg elérni azt az állapotot, ami kívánatos, de ez láthatóan nem sikerül. Meg kell szüntetni az illegális hulladéklerakókat, meg kell úgy szüntetni, ahogy ez Karácsony Gergely tette Zuglóban, ahogy a programjában szerepel, és meg kell szüntetni azt az áldatlan állapotot, ami a szemétkáosz miatt kialakult Budapesten. A szemétszállításnak vissza kell állni a normális kerékvágásba, hiszen látjuk, hogy ezek ugyanúgy, ahogy a középkorban, a mai MAP Budapestjén is összefüggenek.
Köszönjük szépen, hogyha bármilyen témába vágó kérdés van, akkor arra természetesen válaszolunk.